Jó reggelt kívánok, már is kezdjük a Mokkát méghozzá. Stumpf Andráson a Mandiner főmunkatársával. Jó reggelt. A közbeszédet is tematizálta az elmúlt napokban. Ákosnak, a zenész Ákosnak a kijelentései, illetve Kövér László házelnöknek a kijelentései, amelyeket nagyon sokan nőellenesnek, illetve az egyen jogúságot, egyen rangúságot megkérdőjeleznek, titulálnak, nagyon sokan kiállnak mellettük. Önnek mi a véleménye? Repetis funkciót töltené be Magyarországon, amelyet betölt. Igen, ezzel az érvelén... Az alapjaival nem értek egyet, tehát azzal nincsen ön szerint sem... Azt mondja, hogy legyen az egyetlen önmegvalósítás a nőnek az, hogy gyereket szül, hanem az. Érthető mindkét oldalnak egyébként az álláspontja. Sokan azt mondják, hogy azért, mert kvázi egy politikus... Szágnak meg mindenkinek, hogyha lennének családok, és lennének gyerekek, és ezek el tudnak tartani a családok a gyerekeket, majd adnak 10 millió forintot arra, hogy... Nagyon sok ilyen túlreagálás van. Abszolút. Tehát, hogy ez egy baromi hosszú életút interjú, aminek egyáltalán nem súlyponti eleme az, hogy mit gondol Ákos a nőkről. Ilyenkor, hogy hát nem fordulok a rendőrséghez, mert úgy sincs semmi értelme, nem fogják elfogni a tolvajt. Biztos. Tavak, mert a rendőrségnek vannak olyan zöld számai, hogy gyorsan be lehet jelenteni ezeket a dolgokat, és én saját tapasztalatból tudom, hogy amennyire lehet a rendőrség utána jár ennek, és figyel a mai napokban most már nagyon, az biztos. Illetve arra szeretném én még felhívni a figyelmet, hogy azon kedves emberek, akik áruszállítással foglalkoznak kombiautóval, azok vagy föltörje. Bárcsak így működne minden. Az utolsó példa alapján köszönjük, hogy itt voltak, kellemes ünnepeket. Köszönjük szépen, vagy föltörje. Bárcsak így működne minden. Az utolsó példa alapján köszönjük, hogy itt voltak, kellemes ünnepeket. Köszönjük szépen. Ebben értelmezni fogunk erről még majd beszélni, valószínűleg már csak jövőre. Önnek köszönöm is, kellemes ünnepeket kívánok. Önnek is. Tényleg nem az a... Cédi alapra énekünk. És... Nem lenne az igazi. Tehát megtartottuk azt, ami adott ezt az érzést, csak egy új formában, mert sajnos mindenhol tiltják be. Tehát ugyanúgy Veronában betiltották. Igazából az ötlet is onnan jött, hogy egy másik projekttel kapcsolatban a János Pont New Yorkban volt. Én megolvastam ezt a cikket, hogy minden... És van itt egy Mokka és TV2 szerelem lakaton együtt? Tudnélik, hogy de mondjuk egy szülő és gyerek között is alakulhat szeretet, barátság is szereteten alapszik. Egy viszony valakihez vagy valami. Mind a következő a lényege, hogy nem csak egyszerűen kifejezem, hanem ezt például Kárász Robi, és ugyanezt megteszi még a kedves nézőnek. Hívásokat, úgyhogy és eddig igen, és például Párizs polgármester asszonya köszöni meg. Minden egyes helyszínről, 3000 helyszínen van már ilyen lakatkészítés lett. Hát nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Gratulálok.